Itt van az ősz, itt van újra. Nem is emlékszem, mikor volt utoljára olyan vasárnap, hogy esett volna az eső. Olyan kegyelmes volt Isten hozzánk így hosszú időn keresztül. Szegény gyerekszolgálatosok, értük kell imádkozni, mert a gyerekszám ugyanannyi, viszont nem lehet velük kimenni. Na hát Isten hozott, gyertek be, foglaljatok helyet. Két dolgot szeretnék hirdetni nektek, és utána az Úr elé megyünk. Egy női alkalmat szeretnék hirdetni, amiről lehet, hogy már kaptatok meghívót, mert elkezdtük itt reggel már elhelyezni a kezekbe, a hölgyek kezeibe. Október 31-én 4 órakor lesz itt a Gyüliben egy női alkalom, ahol a férfiaknak is hely kell majd állni otthon a gyerekekkel, a nőknek meg majd itt élvezni a témát, hogy áldások a viharban, ez lesz a téma. És ha nem kaptál még ilyen meghívót, akkor mindenképpen ma szerezd be egyet, és szeretettel várunk titeket, hölgyek. A másik dolog, amit szeretnék hirdetni, hogy egy pár héten belül szeretnénk nyitott mikrofon alkalmat tartani. Ez azt jelenti, ugye, hogy előre lehet majd ide jönni, bizonyságot tenni arról, hogy Isten mit végez az életetekben. Szeretném, ha erre készülnétek lélekben és beszédben is, hogy mi lenne az a pár gondolat, amit szeretnétek megosztani a gyülekezettel, amit Isten tett, mutatott, vagy végez az életedben most. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Egyelőre marad ez a maszkos jelenlét, nagyon sajnálom, de hála Istennek így viszont találkozhatunk. Szóval kérlek, viseljétek és használjátok is a kézfertőtlenítőt ott az előtérben. Köszönjük Istennek, hogy egyáltalán így együtt lehetünk. Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk a te kegyelmedért. Köszönjük az ima válaszokat, amiket mostanában hoztál, így a közösség életébe is. Nagy dolgokat teszel, és ezért dicsérünk mi téged. De Uram, a legnagyobb tettedért adjuk leginkább hálát, Uram, hogy értünk, vállaltad a keresztet, hogy fizetted az árat a mi vétkeinkért, holott te semmi vétket nem tettél. Te ártatlanul, Uram, elszenvedted azt, amit nekünk kellett volna, és ezért mi ma szabadok lehetünk. Isten gyermekeiként jöhetünk ma eléd, atyánk. Dicsérünk ezért téged, Uram, és szeretnénk a dicsőítés alatt úrvacsorát venni, és megemlékezni erről, amit értünk tettél. Jézus nevében. Amen. Dicsérjük az Urat. Kérlek, álljatok fel. Mindent átjár, túlér a csillagok fényén. Jézus Úr a mennyben, mindenek felett, kegyelmed nem érdemlem, te mégis megmented. Csodálattal állom kereszted alatt, irgalmattal állom, mert bűnömet mostad. Mélyebb, mély vizeknél a mennél,
magasabb mindent átjár, túlér a csillagok fényét. Szeremed mélyebb, mély vizeknél a mennél, magasabb mindent átjár, túlér a csillagok fényét. Jézus végtelen szeremed, végtelen szeremed, ó Jézus végtelen szeremed, végtelen szeremed, szeremed mély vizeknél a mennél. Magasabb mindent átjár, túlér a csillagok fényét. Szeremed mélyen, mély vizeknél a mennél. Magasabb mindent átjár, túlér a csillagok fényét. Jézus végtelen szeremed, végtelen szeremed, ó Jézus végtelen szeremed, végtelen szeremed, Jézus végtelen szeremed, végtelen szeremed. Tudom jól, bár nem látlak én, ha te itt vagy, mindig van remény, benned bízom hát, többé nem félek soha. Próbák jönnek, velem itt leszel, erősítesz, hogy ne essek el, benned bízom hát, többé nem félek soha. Nem félek többé már. Nem félek többé már. Benned bízom én, benned bízom én. Éjszakában senki nem felel, széllel szemben, mikor futnom kell, benned bízom hát, többé nem félek soha. Most már értem, nincs több hátra arc, te végleg győztél, rég eldőlt a harc, benned bízom hát, többé nem félek soha. Nem félek többé már. Nem félek többé már. Benned bízom én, benned bízom én. Nem félek többé már. Nem félek többé már. Benned bízom én, benned bízom én, bízom én, benned bízom én.
Jézus leboruló szent színed előtt. Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld. Mennyben az angyalok magasztalják őt. Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam őt. Egész lényem átadom, tiéd legyen minden gondolatom, az életem rád bízom. Nálad van az otthonom, nálad van az otthonom. Jézus leboruló szent színed előtt. Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld. Az angyalok magasztalják őt. Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam őt. Egész lényem átadom, tiéd legyen minden gondolatom, az életem rád bízom. Nálad van az otthonom, egész lényem átadom, tiéd legyen. Az életem rád bízom, nálad van az otthonom, nálad van az otthonom. Jézus leboruló szent színed előtt. Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld. Mennyben az angyalok magasztalják őt. Vágyam, minden álmom, megláthassam őt. Egész lényem átadom, tiéd legyen az életem, rád bízom. Nálad van az otthonom, egész lényem áll.
rád bízom. Nálad van az otthonom, 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 nálad van az otthonom. Szeretete, többet tőled minden nap. Több erő, több szeretete, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved. Szemém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Több erő, több szeretete, többet tőled minden nap. Több erő, több erő, több szeretete, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved. Szemém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr, és teljes szívemből imádom neved. Szemém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Teljes szívemből imádom neved. Szemém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr.
hogy bízhattál rám, oly kincsem. Mit angyalok sem kapnak meg. Féltőn hívtál, itt állok hát. Isten királyi trónjánál. És ímt felém két sebzett kéz, a megváltó karjába zár. A szívem vádlás döfné áll, a sátán bűnöm megkísér. Egy szó és gyászom szétrebben, az Úr van itt az egyetlen. Ó, áldom őt, ki küzd és győz, biztos bástya lelkem vár rám. Itt állok most trónodnál, nincs többű megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzá, szent karjait közt otthon vár. A feltámadt Jézust látom, meghalt értem, hogy megváltson. Ártatlan, bűntelen szentség, szépség, mit szem nem látott rég. Száz és száz szó, száz és száz dal, nem írhatja le fenségét. Állok most trónodnál, nincs többű megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzád, szent karjaid közt otthon vár. Itt állok most, itt állok most trónodnál. Közt otthon vár. Szálljon fel hála és imádat, szívünkből elmos minden vádat. Ó, áldjuk őt, áldjuk azt, most trónodnál. Itt állok most trónodnál. Nincs többű megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzád,
szent karjaid közt otthon vám. Itt állok most trónodnál, nincs több bűn megváltottál. Jézus vérén át bátran lépek hozzád, szent karjaid közt otthon vár. Szent karjaid közt otthon vár. Uram, valóban otthon vár a te karjaid között, és köszönjük, hogy ezt az otthont már itt magunkénak tudhatjuk a földön, és köszönöm, hogy bármikor jöhetünk eléd, és bármikor tapasztaltunk ebből az otthonból, bármikor részesülhetünk belőled, a te szellemedből, és köszönjük, hogy a dicsőítésben is velünk vagy, és feltöltesz minket, és új erőt adsz nekünk, és kérlek, hangold itt a jelenlévők mindenkinek a szívét az ige hallgatására és befogadására. Te tölts be minket, és te adj tényleg igazi reményt és igazi lelkesedést, és tényleg igazi erőt az élethez. Te tölts be minket. Amen. Jó reggelt! Isten hozott titeket! Lapozzatok a János első leveléhez, a harmadik fejezetnél folytatjuk az ige tanulmányozását. Itt hagytuk abba legutoljára. Szóval János első levele, a harmadik fejezet. És múlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Isten a ő gyermekeinek nevez minket, hogy micsoda nagy szeretet ez. És arról is gondolkodtunk, hogy azzal, hogy Isten megmentette, azért még nem kötelezte őt senki arra, hogy örökbe is fogadjon. Ugye egyszerűen megmenthetett volna, és útjára enged az életben minket, de ő azt szerette volna, hogy a családjába tartozzunk, hogy töltsük vele az örökkévalóságot, az ő házában. Vajon hányan tennénk ezt meg valakivel, akit segítünk? Sokat megtennénk valakiért, de az egész más, amikor azt az embert befogadod az otthonodba, a családod részévé, és Isten ezt tette velünk. Arról is beszéltünk, hogy majd egyszer meglátjuk őt, és akkor elváltozunk majd az ő képmására. Nem tudom, mikor lesz, hamarosan remélem. És ott hálhatunk majd előtte, láthatjuk szemtől szembe. Innen folytatjuk majd a negyedik verstől, a harmadik fejezet negyedik versétől, ahol így olvassuk. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Hát egy elég nagy fordulat itt az előző témához, nem? Amikor a szeretetről beszéltünk, meg az örökbefogadásról, Isten meglátásáról, de azt mondja János, hogy viszont aki bűnt cselekszik, az törvényszegést követel. Később azt fogja mondani, hogy ha valaki bűnt követel, az nem is ismeri Istent. Azt fogja mondani, hogy aki bűnt követel, az nem is lehet keresztény. És ezeket elég furcsa olvasni, nem? Mert hát ha megvalljuk őszintén, akkor mindannyian vétkezünk. Hát egyikünk se tud bűn nélkül élni. Akkor miről beszél itt János? Sőt, ő maga mondta azt pár fejezettel korábban, nem, hogyha valamelyikünk vétkezik, hát akkor hála Istennek oda mehetünk az Úr elé, megvallhatjuk a bűnünket, ő megtisztít, és szabadok leszünk újra. Akkor miért mondja azt, hogy ha valaki bűnt követel, akkor törvényszegést, akkor az nem is lehet Isten gyermeke. Igazából kell itt egy kis görög ismeret, ezzel nem foglak untatni titeket, de azt mondja, hogy ha valaki folyamatosan, életvitelszerűen bűnt követel, akkor az esik ebbe a kategóriába. Ha valaki életvitelszerűen, megtérés nélkül folyamatosan bűnben jár, arra vonatkozik ez a terminus. Az nem lehet Isten gyermek, ez a kettő nem összeegyeztethető fogalom. Persze mindannyian elesünk néha, mindannyian küzdünk a gyengeségeinkkel. Olyan nincs, hogy valaki ne küzdene valami bűnnel. Mindannyian tesszük. Elesünk. De mindannyiszor föl is kelünk.
De azt mondja itt János, hogyha valaki úgy vétkezik, hogy ez egy megtérés nélküli bűnben járás az ő életében, akkor az nem összeegyezhető azzal, hogy ő Isten gyermekének vallja magát. A törvényszegés az lázadás. Itt arról beszél, hogyha valaki bűnkövetel, Isten törvényét megszegi, lázad Isten ellen. Szó szerint úgy lehetne fordítani ezt, hogyha valaki a bűnt gyakorolja. Nem tudom, milyen fordítás használsz, de valamelyik fordítás azt mondja, hogyha valaki bűnbe esik. Nem egy jó kifejezése ez, mert a bűnbe nem beleesünk, mint ahogy egy gödörbe szoktunk beleesni, a bűnbe bele szoktunk akarattal lépni legtöbb esetben. Itt arról van szó, hogyha valaki a bűnt gyakorolja. Ezt a fogalmat úgy lehet a legjobban megérteni, hogyha valaki sportol. Mert a sportoló gyakorolja azokat a mozdulatokat, amit tökéletességre akar fejleszteni, hogy amikor versenyez, akkor azok automatikusan a legjobb módon előjöjjenek belőle. Tökéletességre akarja juttatni. És ezt mondja János, hogyha valaki a bűnt gyakorolja így, hogy egyszerűen az a vágya, hogy minél előrébb jusson benne, minél jobban menjen ez neki, az nem egyeztethető össze azzal, hogy ő Isten gyermeke. A hívő ember nem tud ilyen könnyedén vétkezni már. Az már nem megy neki olyan jól. Lehet, hogy egykoron ebben jók voltunk, jó bűnösök voltunk, de most már rossz bűnösök vagyunk, más se tudjuk jól csinálni. Lehetetlen, mert Isten gyermekeiként ez már nem működik. És nézzétek meg, így folytatja János, azt mondja, hogy azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Ugye megjelent Jézus áldozatával, önmagát adta értünk, János mondta ezt, az evangéliumban olvassuk, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Szó szerint, aki elvette, aki átveszi, aki magára vállalta a bűnöket. Többször fog beszélni erről, hogy Jézus miért jött el, ez az egyik. Ugye Jézus eljött, hogy átvegye a mi vétkeinket. Pár igeverse később olvassuk, hogy eljött Jézus, hogy lerontsa az ördögnek minden munkáját. És a harmadik pedig, hogy üdvözítse minket. Ezért jött el Jézus. Néha, amikor fiatalabb hívő voltam, akkor néhány ilyen lelkes konferenciás hétvége után, amikor hegytetőn éreztem magam, úgy mentem haza, hogy én mostantól kezdve nem fogok vétkezni. Hát ugye ez vasárnap szokott véget érni ez a konferencia általában, ami bajtam volt, és így hétfő délután már ez az ígéretem már nem teljesült. Már valamit elrontottam azok közül, ami ellen tusakodtam. Nem tudom, hogy te szoktál-e sokat tusakodnie bűnökkel. Csak én vagyok így ezzel. Hogyha esetleg mégis, akkor figyelj arra oda, hogy Jézus az, aki el tudja venni a bűnöket. Igazából, amikor én a saját testemmel viaskodom és a bűnökkel harcolok, akkor valószínűleg nem jó módját választottam annak, hogy a bűnt legyőzzem az életemben. Mert a bűn legyőzője bennem Jézus Krisztus, nem pedig én. Nem mi vagyunk, akik győzünk a bűn felett, hanem ő, és igazából engem csak partnerségre hív, hogy legyek az oldalán ebben a győzelemben. Így folytatjuk, olvasom tovább, és ki fog tisztulni még jobban. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. És aki vétkezik, az nem látja, és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Két lakcímed lehet hívő emberként. Vagy Krisztusban lakozol, nem rosszul mondom, tehát két lakcímed lehet lelkileg, nem hívőként, lelkileg. Vagy Krisztusban lakozol, vagy a bűnben lakozol. Ez a két lakcím létezik. Semleges lakcím nincs. És azt mondja itt János, hogy ha valaki Krisztusban lakozik, ha valaki ő benne marad, az nem vétkezik. És utána majd a 8. vers, nézzétek meg, aki a bűn cselekszi, az meg az ördögtől van. Na vajon melyik igaz ránk? Ez a levél azért iratott meg János részéről, hogy oda tegye a hívők elé, mint egy ilyen lakmusztesztet, mint egy próbát, hogy ez alapján megnézhesse minden ember, hogy hol áll az üdvösség szempontjából. Hogy Krisztusban van-e vagy sem. Ez különösen fontos manapság szerintem, mert annyiféle módon kommunikálják az evangéliumot, és néha nem jól kommunikálják az evangéliumot, hogy néhány ember azt hiszi, hogy megtért hívő, holott nem az. Csak azért, mert valaki elmondott egy imát, és a végére áment mondott, attól még ő nem lesz hívő. Azt mondja az ige, hogy ha valaki a szívében hiszi, és szájával urának vallja Krisztust, az üdvözül. Tehát itt több mindent fogalmaz meg, nem csak az, hogy el kell mondani egy imát, hanem valami szívbéli döntésről van szó, és valami szájbéli megvallásról. Eldöntöm, hogy Krisztust követem. És azt mondja János, hogy ha valaki Krisztusban lakozik, oda tette az életét Krisztusba, annak látható jele lesz.
Mégpedig az, hogy az igazságban jár. Hogyha ez a jel nincs ott az életén, akkor az az ember az ördögnél lakik. Az ördög lakcíménél van az ő lakcíme. Két csoportot különböztet meg. Nincs harmadik, nincs semleges, nincs átmeneti állapot. Ezt a kettőt. Vagy az Isten csapata, vagy az ördög csapata. Jézus is ezt mondta, azt mondta, hogy én fölemeltetem, hogyha valaki hisz én bennem, annak örök élete legyen, de ha valaki nem hisz, annak nincs örök élete, az a kárhozatban van. Azt mondta, hogy ez a két csoport létezik, nincsen harmadik. Aki ő benne marad, az nem vétkezik soha. Már megint egy ilyen igevers, nem? Mert mit az, hogy nem vétkezik soha? Újra mondom, ha valaki ő benne lakozik, az nem tud ismétlődésszerűen, szokásszerűen, életvitelszerűen, megtérés nélkül vétkezni. Egyszerűen nem megy. Ha vétkezünk, akkor ellentmondásba kerülünk az igével? Nem. Maga János írja azt, hogy ha vétkezünk, a hívő ember oda tud állni Isten elé, megvallja a vétkét, és megtisztul belőle. De azt is mondja itt, hogy ha benne lakozom, akkor nem vétkezem. Tudod, hogy milyen fontos dolgot állít itt János? A megoldást mondja el arra, hogy hogyan tudok én lelkileg növekedni, hogyan tudom a bűneimet legyőzni. Ugye nem úgy, hogy tusakodom a bűnnel. Hányszor volt már, hogy kitaláltam ilyen stratégiákat? Hogy igen, látom, hogy mi buktat el, és kitalálom, hogy hogyan fogom legyőzni. Oda sem megyek a közelébe. Vagy valami mester, valami különleges dolgot, valami rafkós dolgot, túljárok az ördög eszén. Szokott ez működni nálad? Mert nálam nem. Az ördög egyszerűen ravaszabb, erősebb, okosabb. Hogyan tudom legyőzni a bűnt az életemben? Úgyhogy Krisztusban lakozom. Észrevettétek már, hogy amikor így oké vagy Krisztussal, amikor közel vagy Krisztushoz, akkor néha eszedbe se jutnak azok a vétkek, amik korábban kísértettek. Valahogy Isten elszeret a bűntől. Amikor benne lakozunk, akkor nem gondolunk, nem megyünk a gondolatainkban sem fizikailag olyan helyekre, ahol veszélyt jelentenek számunkra dolgok. Ha valaki benne lakozik, akkor ez nem tud vétkezni. Nem tud bűnben járni. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. De ha valaki benne lakozik, akkor viszont az igazságot fogja cselekedni folyamatosan, ismétlődésszerűen, életvitelszerűen, szokásszerűen. Az igazságban fog járni. Mert ha ő benne vagy, akkor az igazban vagy. Ha ő benne vagy, akkor ez fog megmutatkozni az életedem. Nincs olyan ember ebben a teremben, aki azért lenne igaz Isten előtt, mert nem vétkezik. Ilyen ember nincs. Ebből a szempontból mind egy kategóriába esünk, hogy hiával vagyunk Isten dicsőségének. Vétkezünk. De attól vagyunk igazak, hogy hiszünk Jézus Krisztus megváltó munkájában. Ezért vettünk úrvacsorát. Ennek az győzelmét hirdetjük. De azt is hadd mondjam el neked, tesóm, hogy ha valaki igaz, annak az életén ez látszik. Annak az életén a gyakorlatban megmutatkozik, hogy ő igaz ember. Az nem lehet, hogy a gyakorlat az életének és a lelki pozíció az életének ellentmondásban van. Ez nem lehetséges. Szóval legyen ez a levél, meg amiről ma beszélünk, egy kis önvizsgálat. Pál apostol zárja így a korintusiaknak írt levelét, hogy mindannyian vizsgáljátok meg, hogy valóban hisztek-e, hogy Krisztusban vagytok-e. Nem azért, mert ezzel én kényelmetlen helyzetbe akarnék hozni bármelyikötöket. Inkább csak azért, hogy ne legyünk kényelmetlen helyzetben akkor, amikor majd Isten előtt állunk, és azt mondjuk, de hogy én azt hittem. Én úgy tudtam, én úgy gondoltam, pedig nem. Jézus hív minket magához. Lakozz én bennem, ha úgy akarsz élni, mint én. Ne birkózz a bűnnel, mert a bűnnel nem tudsz viaskodni. Engedd, hogy Krisztus győzzön te benned. A hetedik versben nézzétek meg, azt mondja János, hogy gyermekeim, senki meg nem téveszten titeket. Ezt azért mondja, mert nagyon könnyű minket megtéveszteni. És én egyáltalán nem szeretném, hogyha bármelyikünk megtévesztett lenne, és ezért rajzolja ki János ennyire kontrasztosan ezt a két csoportot. Ahol nincs átmenet a kettő között. Isten gyermekei és az ördög gyermekei.
Amikor valaki születik erre a földre, úgy születik, hogy elveszett. Az ördög csapatába születik bele. És amikor valaki újjá születik, akkor átkerül az sötétség országából a világosság országába. Egy pillanat alatt. Nem tudom, hogy volt-e már részed valami olyan esetben, amikor valakivel együtt imádkoztatál, és valaki befogadta az Urat. Vagy láttál valakit, aki éppen így elmondta a bűnösök imáját, így odaadta az életét az Úrnak, behívta az Isten fiát az ő életébe. Újjászületett. Az egy csodálatos pillanat, de a legnagyobb csoda az nem látható módon megy végbe. Azt észre se vesszük, pedig az az ember a sötétségből átkerül a világosságba, a halálból átlép az életbe. Abban a pillanatban neve fölirattatik az élet könyvébe. Megtisztul minden bűnétől. Ez a legnagyobb csoda, ami történhet. És az a durva, hogy ebből nem látunk semmit. Ezt tudjuk, hogy így történik, de a szemünkkel nem látjuk. De azt mondja János, hogy ha valakivel ez megtörténik, annak előbb-utóbb az életében ez láthatóvá fog válni. Ez a hatalmas csoda. Mert amikor befogadtad Jézust, az nem létezik, hogy ugyanolyan maradjon az életed. Hanem elkezded azokat a jegyeket mutatni, ami Jézus Krisztusban látunk. Milyen jegyeket látunk Jézus Krisztusban? Azt mondja az ige, hogy ő megalázta magát, megürésítette magát, és engedelmes lett az atyának. Isten gyermeke elkezd engedelmeskedni az atyának. Kíváncsi rá, hogy mit akar Isten az ő életével. Nem lázadni akar már. Azok az ördög fiai. Hogy emlékszel az ördögre, hogy ő szolgának teremtetett, de Istenné akart válni. Na ilyenek az ördög fiai. De mit tett Jézus az Isten fia, aki Istenként megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel, hogy szolgáljon minket. Na ez is jellemzi Isten gyermekeit. Hogy hajlandó szolgálni másokat, letenni az életét másokért. Ezért, 8. vers, ezért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ó, ez micsoda igevers. Azért jelent meg Jézus, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezt tette a kereszten. Ezt tette bennem. Én egy olyan káromkodó ember voltam, hogyha ismertél volna, hogy elszörnyűködtél volna, hogy tud egy ember így beszélni. Én ezt tanultam, ebben mozogtam, és nem is nagyon tudtam változtatni rajta. És akkor megtértem, nagyon örültem az új életemnek, de ez nem kopott ki azonnal. És sokat küzdöttem ezzel. Tudjátok, a káromkodás olyan, amit mondasz, de úgy nem azért mondod, mert akarod, hanem úgy kijön belőled. Különösen az indulat helyén. És annyit kértem Istent, hogy segítsen, mert én magam már nem bírtam ezzel küzdeni. És éreztem, ahogy telnek az évek, Isten csak egyszerűen lerombolja bennem az ördögnek ezt a munkáját. Pedig azt mondják, hogy ezek a szavak, ezek nem is a tudatos elmébe épül bennek be, hanem valahol mélyebben, és az ember nem felejti el. Néha azon kapom magam egy indulatos helyen, hogy így már jönnének, különösen autós vezetés közben, úgy elő tudnak jönni ezek a szavak. De hogy érzem, hogy megszabadultam ettől. Hogy Isten lerombolta bennem az ördögnek a munkáját. Ezt le tudja rombolni bennünk, amit az ördög felépített. Az atya látta az ördög munkáját, hogy milyen pusztítás végzett ezen a világon, és elküldte az ő fiát, hogy az élete által, a szenvedése által, a halála és feltámadása által lerontsa az ördög minden munkáját. Ezért, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Halld meg ezt újra, ezt a folyamatot? Jézus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáját, ezért, aki tőle született, az nem cselekszik bűnt. Vannak még benned régi szokások? Mert az is lehet, hogy újjászületett hívőként még mindig hozzuk magunkkal a tanul dolgokat. Még mindig az elménk sok területen a világ életmódja szerint gondolkodik. Akkor kérd Jézust, hogy rombolja le teljesen benned az ördögnek minden munkáját, minden hazugságát, minden megtévesztést. Írja ezeket felül benned. Egyszer majd eljön Jézus, és az egész földön lerombolja az ördög minden munkáját. Gondoljátok majd el, micsoda nap lesz az, amikor ezt a világot újjáteremti. Aki tőle született, az nem cselekszik bűnt. Mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei.
Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszabbak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Itt van ez a keresztény élet hármas próbája. János ezt újra és újra elmondja, hogy miből látszik, hogy valaki hívő. Az egyik az, hogy cselekszi az igazságot. Eddig erről beszéltünk. A másik az, hogy szereti a testvérét. Erről is már sokat beszéltünk, most újra csak emlékeztet minket János. És a harmadik, hogy hasonlít az élete Jézuséra, egyre inkább. Itt van ez a három próba. Hogy mérd meg ehhez az életedet most? Jelen van ez a három te benned? Hogy cselekszed az igazságot? Hogy szereted a testvéreidet? Hogy egyre inkább formálódik az életed Jézushoz hasonlóvá? Innen ismerhetők meg az ördög fiai és Isten gyermekei. Isten gyermekei szeretik egymást, szeretik a testvéreiket. Szereted a testvéreidet? Most túl azon, hogy vannak fizikai testvéreink is, itt nem erre gondol János, hanem a lelki testvéreinkre, Isten családjára. Szereted azokat, akikkel Isten egy gyülekezetbe tett? És itt nem arra a szeretetre gondol, ami... Nem arra, hogy mindenkit egyformán kedvelsz, mert nem tudunk mindenkit egyformán kedvelni. Ez nem az a fajta szeretet, ami ilyen érzelmi módon kapcsolódik a viselkedésünkhöz, hanem ez egy akaratlagos szeretet. Ez egy döntés, az agapé szeretet. Hajlandó vagy szeretni a testvéreidet? És itt egy illusztráció Káin, akihez a történetéhez egészen a Biblia első lapjaig kell visszalapoznunk, amikor megteremtetett Ádám, és lett az ő felesége Éva, és születtek tőlük gyermekek. Káin és Ábel, az első született emberpár, akik testvérek voltak. És amikor áldozatot hoztak Istennek, Isten gyönyörködött Ábel áldozatában, de Káinéban nem. És elmondja nekünk az új szövetség, hogy miért. Azért, mert Ábel az ő áldozatát hitből hozta, Káin pedig nem. Ugye mindent, amit hitből teszünk, az összekapcsolható Isten szavával. Isten mond valamit, és ebben mi bízunk. Tehát valószínű, hogy Isten előre elmondta, hogy milyen módon hozzon neki áldozatot Káin és Ábel. Ábel e szerint járt el. Hitben járt el, és ezt az áldozatot hozta, amit Isten kért. Káin pedig nem. És amikor odaálltak Isten elé, gondoljátok el, mind a ketten áldozatot hoztak Istennek, akkor Isten gyönyörködött Ábelében, Káinéban nem, és ettől Káin irigy lett, féltékeny lett. És belül pedig egyre haragosabb. Aztán szólt hozzá Isten, hogy Káin, én látom, mi van a szívedben, ne legyél ilyen haragvó, mert ezzel csak kiteszed magad egy sereg rossznak, amire nem is gondoltál. De Káin nem szabadult meg ettől, és elment odáig, hogy megölte a testvérét. Már az első emberpárnál így külön vált ez a kettő. Radikálisan, hogy volt egy Isten gyermeke, és volt egy ördög gyermeke. Azok, akik Isten gyermeke, azok szeretik egymást. Van benned féltékenység? Irigység? Ez hívő emberben is tud lenni. És egyébként azt eredményezi, hogy elkezdünk kerülni valakit. Valakit úgy nem keresünk a társaságát. És ez egy ideig óráig működik, de ez a rendezetlenség, ez a féltékenység fel tud nőni haraggá, és a harag pedig még nagyobb bűnöket szül. Ugye azt mondta Jézus, hogy ha valakire haragszol a szívedben, az olyan, mintha meggyilkolnád. Ne legyen Isten fiainak az útja az, ami Káin útja volt. A féltékenységtől meg kell szabadulni. Rám egy időszakban jellemző volt ez. Amikor valaki más tanított, évekkel ezelőtt, itt Vácon, én mindig úgy hallgattam, hogy bárcsak én is így tudnék tanítani. És eleinte olyan ártatlannak tűnt, de utána éreztem, hogy kezd irigységé és féltékenységé felnőni bennem. És így már nem tudtam elfogadni azoktól, akik jöttek tanítani, mert folyamatosan erre gondoltam, hogy hát bezzegő, meg hogy milyen nagy ajándékokat kapod, és így úgy utáltam ezt. És így meg kellett vallanom Istennek, hogy ezzel nem akarok együtt élni, ez nem jó irányba vezet. Ne csodálkozzatok, testvéreim, hogy gyűlölt titeket a világ. Mi pedig tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Észrevettétek mostanában, hogy manapság a világ gyűlöl hívőket azért, mert hívők. Ez nem tudom, korábban nem volt ennyire sarkos, de mostanában, hogyha valaki
hívő és úgymond konzervatív, fehér, középkorú férfi, aki hisz és heteroszexuális, azért mondom így, mert így fogalmaz a média, az a legrosszabb emberfajta a Földön. Annál rosszabb nincs Magyarországon. De miért? Azért, mert ezekbe a kategóriákba esik. Még meg sem említik, hogy elmenne tüntetni, vagy van egy politikai mozgalom része, az nem is kell ehhez. Csak egyszerűen az, hogy hívő. És úgy gondolkodik, ahogy Isten ebben a könyvben fogalmaz. Ha, milyen rettenetes bűn ez a mai világban. Miért? Azért, mert mi átmentünk a halálból az életbe. És amikor ránk néz más emberre, belelát rajtunk keresztül a saját életébe. Látja, hogy az ő élete nem ilyen, torzult, üres. Ez volt a baja a farizeusoknak és Jézussal. Egyszer magukat látták Jézuson keresztül, hogy ők hol tartanak, és ezért inkább elpusztították. Ne csodálkozzatok, hogy gyűlölt titeket a világ, ezt mondja János. Hát én még csodálkozom, remélem, hogy kinövök ebből, de nem tudom, miért van így. Nagyon sajnálom, hogy így van, de azt mondja János, hogy ez így kell, hogy történjen, mert mi átmentünk a halálból az életbe. És szeretjük a testvéreinket. Aki szereti a test, aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Az újjászületésed legnyilvánvalóbb jele, hogy szereted a testvéreidet. Ha szeretnéd igazolni előttünk, hogy te hívő vagy, akkor szeresd a testvéreidet. Akkor engedd, hogy ez láthatóvá váljon. Hadd mondjak egy fontos törvényszerűséget, ami csak közvetve kapcsolódik ehhez, de nagyon a szívemben volt, hogy elmondjam. Egy fontos törvényszerűség, hogy minden ember azzá válik számunkra, aminek elmondjuk őt. Mondom még egyszer. Minden ember azzá válik számunkra, aminek elmondjuk őt, vagy valaki más elmondja nekünk. Ha valakiről állandóan rossz dolgokat mondanak nekünk, akkor arra az emberre úgy fogunk legközelebb nézni, amikor legközelebb találkozunk vele. De ezt nem kell mondani, ezt csak elég hallgatni, hogy valaki más mondja. De ez fordítva is igaz. Hogyha valakit megdicsérsz, ha valakit felemelsz, akkor legközelebb alig várod, hogy találkozhass vele. Ezért nagyon vigyázz, hogy mit mond a szád, nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk egymásról. Mert mondja Jakab is, hogy élet és halál van a szánk hatalmában. Én valakit föl tudok építeni a számmal, és valakit le tudok rombolni. És hogyha valaki állandóan rosszat mond a másikról, az hogy mondja, hogy mondhatja így az ige alapján, hogy szereti a testvérét? Pedig hajlamosak vagyunk vétkezni így, hogy rosszat mondunk egymásról. Amikor az az ember nincs ott, elmondjuk őt valaminek. És az az ember, akinek beszéltünk, legközelebb máshogy fog nézni ránk. Legyünk óvatosak ezzel, tesóim. Ne vétkezzünk így. Aki szereti a testvérét, az jót mond a testvéréről. Ha pedig valakivel bajod van, erre is mond az ige valamit, akkor menj oda hozzá. Akkor mondd el neki. Vagy panaszkodj Istennek. Mert Isten nem fog máshogy nézni rá. Őt nem ingatod meg benne. Ez a két lehetőséged van. Ha bajod van, menj oda hozzá. Vagy panaszkodj Istennel. Harmadik opció nincs. Ja jó, van még egy. Imádkozhatsz azért az emberért. Járj közben érte. De ne egy harmadik fél legyen. Mert az nem a szeretet útja. Ha gyűlöli a testvérét, bocsánat, aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjuk, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Hallottátok ezt? Abból tudjuk meg, hogy szeret minket, hogy ő az életét adta értünk. És ezért van egy tartozásunk. Hogy mi is szeretjük egymást. Ez nem egy olyan tartozás, ami azért kell, hogy visszafizessük Istennek, amit értünk. Tehát azt soha nem tudjuk visszafizetni. Ez nem egy olyan tartozás, amit így kipipálunk, hogy na jó, ez is le van tudva. Inkább úgy mondanám, hogy ő ezt várja tőlünk cserébe. Én megszabadítottalak, újjátettelek, és most azt szeretném, hogy szeresd a testvéreidet. Jézus még tovább is megy egyébként, mert ő azt mondta, hogy az ellenségeinket szeressük. János még egy lépéssel hátrébb van. Próbáljuk meg itt. Kezdjük itt. A testvérekkel. És mond egy gyakorlati példát rá, figyelj, nézd meg. Azt mondja, hogy akinek világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét,
abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Mondd egy konkrét példát rá. Oké, srácok, hogyan szereted a testvéredet? Itt egy gyakorlati példa. Hogyha valakinek látod a szükségét, és itt konkrétan az anyagi szükségről, vagy ilyen természetbéli szükségről beszél, akkor ne zárd be előtted a szívedet. Ha tudnál segíteni, segíts. Adj. Ebben volt egy extrém módja az első gyülekezetnek, amikor mindenük közös volt, és ugye úgy éltek, hogy megosztották egymással mindenüket. Ez nem az Isten parancsa volt számukra, hanem a Szentlélek vezetése volt konkrétan arra az időre, de nem általános módon, nem így kéne élnünk. Viszont a szeretné, hogy egyikünk bősége pótolja a másik hiányát. A szeretné, hogy egymásról gondoskodjunk. Mert egy család vagyunk. És azt mondta, hogy ha ő Isten lévén mindent odaadott, az életét is, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeretünk, hogy adunk. Tudod, hol kezdődik ez? Az első lépés ebben. Uram, mutasd meg annak a másik embernek a szükségét. Itt indul. Hogy Uram, nyisd fel a szemem arra, hogy lássam a másik, miben szenved hiányt, és miben tudok én segíteni. És általában Isten azért mutat meg egy szükséget, neked, nekem, mert engem akar használni, hogy betöltsem azt. Hogy én segítsek. És ezért nekünk Isten mindig többet ad annál, mint amire szükségünk van, hogy segíthessünk egymással. És olyan jó módja ez a szeretetnek. A gyerekeim egyébként nem hiszem, hogy tudják, az igeverset tudják, de nem hiszem, hogy átélik. Nem tudom, mindegy, ezt majd megkérdezem tőlük, de azt mondják, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt mindig így mondják, mert annyiszor hallották tőlünk. De én emlékszem gyerekként, én mindig kapni akartam, nem adni, Isten őriz. Nem azt gondoltam, hogy karácsony, de jó, mennyit adhatok, hanem nem, mit fogok kapni. De így felnőttként már rájöttem, hogy tényleg valahogy a szívemet jobban megörvendezteti. Hosszabb távú örömöt okoz az, ha adhatok valakinek. A szeretet csatornája lehetek valaki számára. Ez olyan izgalmas. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Újra mondja János, hogy ennek van annak a szeretetnek egy nagyon gyakorlati módja. Legyél praktikus. Ne szóval és nyelvvel szeres, hanem tettel. Én nagyon könnyen prédikálok nektek itt a szeretetről, mert ez nem kerül nekem semmibe. De általában a szeretetnek nagy ára van. A szeretetért fizetni kell, amikor adsz valakinek. De azt mondja János, hogy tegyük meg. Mert ez az, ami jellemzi Isten gyermekeit. Emlékeztek, Jézus ezt mondta a tanítványainak. Honnan fogja tudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok? Emlékszik valaki? Szeretitek egymást. Nem arról, hogy templomban járunk, meg hogy Biblia van a kezünkben, vagy keresztény póló van rajtunk. A különbség a világ és Isten tanítványai, vagy Jézus tanítványai között az, hogy szeretik egymást. Azon kívül meg nem. Én nem mondom meg, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert ahány eset, annyi mód van erre. De azt szeretném kérni, hogy imádkozz ezért. Hogy hogyan tudnád a szeretetedet kifejezni más felé. Imádkozz ötletekért. Tudjátok, hogy 5 fiam van, és ahány fiú, annyi féle, olyan személyiségek, mindegyik más. Mintha nem is egy fészekajból lennének. És vannak köztük olyanok, akiket nehéz szeretni. Nehéz jól szeretni. Nem tudom ugyanúgy szeretni az egyiket, mint a másikat. Néha úgy próbálom. Ilyen automatikusan, kicsit ész nélkül. De imádkoznom kell érte. Hogyan tudom megmutatni a szeretetemet? Neki mi fejezi ki az, hogy szeretem? És én tudom, hogy apaként Isten vezet ebben. Mert ő ezt nagyon szeretné kimunkálni, mindannyiunkban. Hogy ki tudjuk fejezni egymás felé a szeretetünket. Nézzétek meg, hogy ér véget ez a fejezet. Ebből tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle.
mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Hogyha szívünk elítélne, még a saját szívünk is néha elítél, Isten nagyobb a mi szívünknél. És ő nem ítél el. Néha az én elvárásaim magammal szemben nagyobbak, mint Isten elvárásai. Milyen abszurd, nem? Azt hiszem, hogy így kéne élnem, azt kéne csinálnom. És Jézus csak annyit mond, itt foglalja össze nekünk ebbe a két igeversben, hogy higgyél abban, akit ő elküldött, és szeresd a testvéreidet. Ennyi a lista. Szeresd Istent, és szeresd a testvéreidet, és csinálj, amit akarsz. Szent Ágoston így foglalta össze a kereszténység lényegét. János, higgy az Úrban, bíz benne, és szeresd a testvéreidet. A többi elvárás az másodlagos. Amikor elkezdek ezen az úton járni, hogy szeretem a testvéreimet, tudjátok mi a jó ebben? Egy különleges dolog, hogy ez nagyon megerősíti a szívemet. Nagyon megerősít az igazságban. Amikor jót teszek mással, akkor visszaigazolást kapok arról, hogy Isten fia bennem él. Meglátom gyakorlati módon. És akkor így felbátorodik a szívem még jobban. Még több dolgot kérjek. Még inkább Isten elé menjek. Múlt héten imádkoztunk az alkalom végén néhány testvérért. És képzeljétek el, hogy pár órán belül egy nap telt el, és ilyen erős visszajött, ima válaszok jöttek. És annyira felbátorított engem Isten arra, hogy Isten válaszol az imádságainkra. Erőteljes módon. Persze ezt tudtam, de hogy valahogy olyan bátorságot adott, vagy most is, ahogy jöttem a Gyülibe, és valaki egy olyan jó hírrel fogadott, így bearanyozta a napomat. De amiért már régóta imádkoztunk. És így itt van a lehetőség, testvéreim, oda menni Isten elé és kérni, hogy Isten használj engem. Hadd lássam, hogy te mit csinálsz. Hogy használj engem, hogy szeress valakit rajtam keresztül. Azért fogok imádkozni, hogy így felbátorodjatok erre. Hogy ne arra nézzetek, hogy milyen bénák vagytok velem együtt, vagy valaki más mennyire nem tökéletes, vagy ezeket így elfelejtsük. És hogy arra nézzünk, hogy Jézus mit tett értünk. És hogy szeressük a másik embert. Ez az a fajta szeretet, ami nem a másikban keresi az okokat. Meg a válaszokat. Van az a híres Republik dal, tudjátok, hogy szeretni valakit valami. Az a jó ebben a valamiért, tehát így el lehet hagyni a mondat végéről. Csak szeretni valakit. Nem kell rá okot találni. Neki nem kell ezt visszafizetni. Én csak egyszerűen bele akarok állni ebben az elhívásomba. Szóval Váci Golgota gyülekezet. Mi legyen az, amiben növekedni szeretnénk, az legyen ez. Hogy szeretjük egymást. És ezt gyakorlati módon, a szavainkon túl tettekkel is megvalósítjuk. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt az igerészt, és én köszönöm, hogy a hívőségünk, az, hogy keresztények vagyunk, az nem csak elméletekből áll. Nem csak egy olyan dologban kell gondolkodnunk, amit elhiszünk, hogy megtörtént, bár sose látjuk, majd csak akkor látjuk, ha a mennyben leszünk, hogy felirattatott a nevünk az életkönyvébe. Vagy hogy megigazultunk. Ezeket nem látjuk. De azt mondja a te igét, hogy ha valaki te benned van, ha valaki te benned lakozik, annak az életén ez látszik, hogy szereti a testvéreit, hogy igazságban jár, és egyre jobban hasonlít hozzád. És én azért imádkozom, hogy minden testvéremmel együtt ezen az úton tudjunk járni. Hogy így megmutatkozzanak ezek a jelek egyre inkább az életünkben, és ezekben, bár valahol automatikusan megjelennek, mi partnerként együtt tudjunk munkálkodni veled. Segíts nekünk gyakorlati módon szeretni egymást. Nem az érzelmekre várni, vagy nem az indokokat keresni, hanem csak szeretni, hiszen ezt te parancsoltad. Ez a Krisztusi parancs.
Köszönjük, hogy te ezt megtetted felénk. És azt mondja az igét, hogy te már abban megmutattad a szeretetedet, hogy meghaltál értünk, mikor mi még bűnösök voltunk. Mikor még semmit nem tettünk azért, hogy ezt megted. Semmit nem viszonoztunk ebből, még nem is gondoltunk rád. Te már akkor letetted az életed értünk. És ez a szeretet magához vonzott minket. Én imádkozom, hogy ugyanezt az utat tudjuk mi is járni. Hogy kövessünk téged tanítványként. És legyen ez a Váci Golgota gyülekezet híres arról, Uram, hogy szeretetben jár. Hogy szeretjük egymást. Legyen meg a te akaratod velünk. És köszönöm minden testvéremet, akit ma elhoztál. Köszönöm a szavakat, amiket hozzánk szóltál, és ne engedjük azokat a földre esni. Jézus nevében imádkoztam. Ámen. Isten áldjon titeket. Esik kint az eső, tehát semmi okotokra, hogy elsiessetek. Szóval maradjatok, beszélgessünk, kérjetek imát, felbuzdulva a múlt heti imaválaszokon, nagyon szívesen imádkozunk, és maradjatok, ameddig csak szeretnétek. Isten áldjon.